Köszöntöm kedves nézőinket! A Jászsági Térségi Televízió politikai közéleti magazinját láthatják. Ez a Képviselő Info, állandó vendégünkkel, Pócs Jánossal. Köszönöm, hogy befáradt hozzá. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hát úgy kezdem, hogy egy váratlanul erős hónap volt a február a politikában. Valaki azt mondja, hogy a magyar politika történet egyik legdurvább hónapja volt. Mindenesetre mindenképpen egy hullámvasút. Ön hogy élte meg ezt? Hát az egész év kemény lesz, én ebben teljesen biztos vagyok. Hát a választás miatt? Vagy a választás miatt, meg az ügyek miatt egyébként, amik folyamatosan várhatók ránk. Hát ugye háború, szankció, amerikai elnökválasztás, önkormányzati választás, tehát ez mind kemény lesz, és hát lehet ez hullámvasútnak, vagy bárminek nevezni. Én úgy élem meg, hogy van, akinek a kihívás is probléma. Én mindig azt szeretem, ha van probléma, van kihívás és van megoldás, a megoldás után meg sikerélmény. A állóvizet nem szeretem. Hát abban most nem volt hiba. Nem. Az biztos, hogy nagy hullámokat vetett politikailag, ugye a pedofil botrány is. Majd fogunk erről beszélgetni, hogy ennek mégis milyen hatásai voltak, és illetve önnek mi a véleménye mindenről az egészről. No, hát hogy milyen volt az elmúlt hónap az ön tekintetében, illetve hogy milyen munkát végzett, azt összegyűjtöttük ebben a hónapban is. Jön a számadás animáció. Lássuk, hogy az elmúlt időszakban milyen objektíve mérhető munkát végzett az országgyűlési képviselő. A fogadóórákat és a lakossági kapcsolatokat tekintve, legutóbbi számadásunk óta 6 alkalommal tartott fogadóórát, melyeken 60 főt fogadott. A két műsor közötti időszakban több mint 40 különböző helyszínen tett eleget meghívásoknak. Ezeket közösségi posztjai tükrözik, tájékoztatók, megbeszélések, egyeztetések, és a szezonnak megfelelően számos báli esemény résztvevője volt. Az előző adástól vizsgált időszakban nem volt felszólalása az országgyűlésben. Sajtótájékoztatót egy alkalommal tartott, február 16-án János Idán, amikor egy 300 millió forintos külterületi utat adott át. Lakossági fórumon a jászárokszállási közmeghallgatáson beszélt, politikai fórumot pedig az összes jászsági Fidesz csoportnak tartott, készülve az önkormányzati választásokra. A közelmúlt média szerepléseit megvizsgálva 8 alkalommal szerepelt országos vagy helyi sajtóban, mely tartalmazza az újságokban, tévében közölt szerepléseket is. Az elmúlt hetekben közösségi platformjai átlagos aktivitást mutatta a képviselőnk a vizsgált időszakban, 61 posztot tett közzé közösségi oldalain. Itt a számadásban is megjelent a gondolatmenet végén egy adat, hogy 30 ezret is elérte az oldalának a követői száma. Ön szerint ez mit jelent? Egy hirdetés által beérkezett látogatók, vagy pedig ön szerint mennyire nagy a figyelem Pócs János tevékenysége, munkája és posztja iránt? Az volt számomra igazán elgondolkodtató, hogy mennyi ember van, aki a Facebookról gyűjti az információt. Én szerintem nagy dolgokat vittem végbe, akár az elmúlt évben is, és szerintem egynek se volt akkora nézettsége és annyi like számja, mint az, hogy a két kiskecske megszületett a gazdafarmon. Ez valóban el is gondolkodtam rajta. Hát azért ez kritika is. Én irányomba? Hát úgy általában, mert kevésbé érdekli az embereket mondjuk a kormányhatározat, mint az, hogy két cuki kecske. Igen, ezzel nagyon sokat elgondolkodtam, hogy azok, akik rákattintanak, azok nem csak ilyen átutazó látogatók, mert akár itthon a Jászságban, akár Pesten az utcán megállítanak és véleményt nyilvánítanak, mondjuk, ami szintén meglepő számomra, akár ilyen 80 körüli idős házaspár megállít és elmondja, hogy mit látott meg ilyenek. És ennek megvan ugye a maga tanulsága, hogy a Facebook ma a legnagyobb médiahatalom. Eljött 10 gyors kérdés, csípős kérdések, amire azonnal kell válaszolni. Csapjunk bele. Csapjunk. Hallott már nerniai vagy narcisztikus humort? Persze, naponta. Tényleg? Jó, vigyelj, mondhatok egyet? Igen. Oké. A kormány végleg eltörölte a katát. Babum! Na, hogy tetszett ez a poén? Poénnak jó, de a családtámogatási rendszernek köszönhetően higgyel, lesz sok új kis kata. De azért értette a lényeget. Ön is. Csak azért, mert a témánál szeretnék maradni, mert azt mondta az előző adásban, hogy komolyra váltsam a szót, hogy meggyőződésem, hogy Novák Katalin a legbölcsebb köztársasági elnök.
Hát aki közben belátta, hogy nagyot hibázott ki, hiszen kiengedett egy pedofil segítőt, aztán majd lemondott, szóval ezek szerint csak nem lehet önnek igazol, vagy pedig félreismerte. Hát inkább újra kezdem. Meggyőződésem, hogy Novák Katalin a legbölcsebb köztársasági elnök. És a történet az igazolja, mint általában mindig a világon, hogy nagy emberek is követnek el kisebb vagy nagyobb hibát. De ő belátta, elnézést kért, bocsánatot kért és lemondott. Itt van az igazi bölcsesség. Egy bukott bölcs. Itt van az igazi bölcsesség, amikor valaki ezt mutasson meg egy ilyet a bal oldalon. Jó, Varga Judit is távozott a közéletből, ehhez mit fűzne hozzá? Hát ő különösen sajnálom, kiváló minisztere volt a kormánynak, ugye kétszer is mondott le. Lemondott az első alkalommal az igazságügyi minisztérium éléről, és ezt azért tette, mert a kormány becsülete és a saját becsülete fontosabb volt, mint a férje zsarolása. Ha már a férjét emlegeti egyébként, Magyar Pétert is gondolom, akkor hasonló módon sajnálja. Magyar Péterrel kapcsolatban volt, sajnálom egyébként azt, hogy miért sajnálom, ezt közzé is tettem a múlt héten, mert egy komplet idióta. Aki egy perc ember, igen. Uh-huh. És mit szólt? Azért fogalmaztam ilyen szerényen, mert úgy gondoltam, visszafogom magam. Ennyi? Ezzel letudta a megnyilvánulásához fűződő gondolatait? Nem, nyugodtan beszélhetünk róla. Hát ennyi, csak ezt kérdezem, hogy igen, ennyi? Egy komplet idióta. Ja, oké. Okay. Egy perc ember. Jelenleg belpolitikai válság van Magyarországon? Egyáltalán nincs, miért lenne. Van egy stabil kormánykoalíció, napról napra vannak nagyon komoly meghatározó ügyek, amikre gyorsan munkahelyteremtés, gazdasági növekedés, családtámogatás, lehetőleg elkerülni a háborút, elkerülni a válságot, és ebbe a kormány stabilan helytel. Mondjuk azért belpolitikai válság, mert lemondott a harmadik köztársaságnak, és már támadják a negyediket, ezért gondoltam, hogy azért ez megrengeti a dolgot, de ha nincs, akkor azt kérdezem, hogy újra megremegett az emberekben a Fidesz erkölcsi talapzata? Akkor remegett volna meg, hogyha nem azok a döntések születnek, amik megszületnek. De példát mutattunk a erkölcsi kiállásból, ami azt jelenti, hogy ha hibázunk, akkor levonjuk a következtetéseket, addig, amíg a bal oldalon a bűnökért sem volt. Nem csak Novák Katalin, meg Varga Judit, volt itt Völler ügy, meg Boldog ügy, meg stb. És ezeknek mindnek meg volt a Szájernek is a lemondása, hogyha nem történtek volna meg, akkor az emberekben jogosan ingott volna meg az erkölcsi megítélése. Ön nem érzi úgy, hogy mármint tényleg a saját munkájával kapcsolatban, amikor bennül a parlamentben, hogy kiüresedett a munkája? Mert az látszik, hogy önök csak a kormány ülések, döntéseit legitimizálják. Hát én elhiszem, hogy a tévében ez látszik, hogy a képviselők szavaznak, a kormány meg kihirdeti az eredményt. De szerkesztő úr, hát most indult egy ciklus. A ciklust mindig megelőzi egy kétnapos kihelyezett frakcióülés. A döntés, a parlamenti napokat meg sima frakcióülés, ahol a miniszterek beszámolnak, a miniszterelnök beszámol, a képviselők véleményeznek, van, amit visszavonatnak, van, amit megerősítenek, és nagyon sok olyan törvényjavaslatot és törvénymódosítást tudnák mondani, amit én terjesztettem elő, és végig is ment. Egyáltalán nem érzem így. Két érdekesség következik. Az első, olvastam, hogy 5 év, 8 hónapot késtek a MÁV járatai 2023-ban, tehát egy év alatt. Az új tarifák bevezetése mellett mikor fordít mondjuk erre az igazán lényeges dologra hangsúlyt a kormány? Ha figyeljük az eseményeket, akkor párhuzamosan egyszerre elavult a géprendszer, mondjuk a hálózati géprendszer, a maga a hálózat, és elavult a menetrend. Mind a kettő most újul meg. Most szeretném önnek elmondani, hogy reggel jelent meg a magyar közlönyben, hogy Újszád és Nagykárdó között 10 milliárd forintos fejlesztés fog elkezdődni. Hoztam egy második érdekességet is, bárkinek, akinek van webshopja, de eddig nem szállított a Magyar Postával, akkor innentől kezdve, pontosabban március végétől, kötelezővé kell tenni az, hogy benne van a lehetőségek, tehát a választható szállítási lehetőségek között a Magyar Posta. Azért ez a GVH szemszögéből ez elég érdekes, hogy ez mennyire kóser. Azt tessék már feltételezni, hogy a döntéshozók nem komplett idióták. Tehát csak tudnak tán a GVH fejével gondolkodni. És amikor azt mondtuk, hogy a postát a lehetőségek közé kell bevenni, akkor azzal senki semmit nem tud kezdeni. Egyébként egy állami cégnek úgy gondolom, hogy kötelessége az állami cégeket, vagy az államnak kötelessége az állami cégeket védeni a külföldi spekulánsokkal szemben, de a lehetőség az a vásárlói. Csak most köztük van a posta is. Még egy kis posta, pontosabban így van, még egy kis posta téma, de még egy kis posta, amit felhozok, a Portelki Posta, önt érte kritika,
Pócs János jól megmentette a portálki postát, Budainak kellett tartós megoldást hoznia. Én már bizonyítottam, egyszer megmentettem. Most is megmentettem volna, hogyha a polgármester egyetlen egy szóval kért volna, és hogyha megfogadta volna azt, amit mondtam neki, hogy a miniszter azt várja, hogy a posta az túlnül a párt politikai célkeresztben, ha a polgármester akar valamit, akkor a képviselővel jöjjön el, és találjuk meg a megoldást. Nem kellett a polgármesternek a képviselő segítsége, a minisztérium segít, mint ahogy egyéb más ügyben sem kell, akkor 5 év után rájött, hogy meg kéne menteni a postát. Hajrá, gratulálok, hogyha nem kell a képviselő és a kormány segítsége, akkor ez van. Most viszont kellenek tovább a válaszai, mert jön a kormány. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok Önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. Láthattunk néhány gondolatot a köztársasági elnök lemondó gondolataiból, videójából. Mit gondol K. Endre ügyéről, felmentéséről, kegyelméről, bocsánat, ki a felelős, tényleg Novák Katalin, illetve Varga Judit az, akinek mit menni kellett? Hát nézzem, mindig az a felelős, aki aláírja. Két fontos súlyú dokumentum volt ebben az ügyben, az egyiket Novák Katalin írta alá, a másikot Varga Judit. És ebben nem volt más kiút. Tehát azért mink nem úgy vagyunk, mint Gyurcsány, hogy elmondja az összedői beszédet, hogy nem csináltunk semmit, meg loptunk, meg taktikáztunk, meg minden, és az élet megy tovább. Nálunk az előbb már említettünk neveket és személyeket, hogyha valaki hibázik, annak következménye van. Balogh Zoltánnak mekkora felelőssége az egész ügyben? A Balogh Zoltánnak a személyét azért nehéz megítélni. Egyrészt nem ő írta alá. Másrészt, ahogy az egyházi méltóságok... Ő lobbizott érte. Igen, az egyházi méltóságok mindig másként gondolkodnak. Tehát azért egy egyházi méltóság az emberbaráti, felebaráti, megbocsátok, bűnbocsánat jegyében, amiben a bűnbocsánat nem fogja felülírni a törvényeket, meg a gyóntató fülkében ugye az egyházi méltóságok megtehetik, hogy feloldoznak a törvényes keretek között, ez nem működik. Ő más szempontból közelítette meg, szerintem egyébként nem kellett volna. Egy huszárvágásonak visszafordították ezt a történetet, és most arról ment már múlt héten is az első parlamenti üléstől a polémia, hogy ki az igazi pedofil simogató, van-e ilyen, mi a saját véleménye erről az egészről? Hát, a saját véleménye, hangsúlyozom, tudjuk, ismerjük, én is végighallgattam mindent gyakorlatilag a Fidesz oldalról, hogy 600, közel 700 pedofil van az egyik oldalon, 2010-ben meg 80 volt börtönben. Mi a saját véleménye? Nézd, a saját véleményem azért mégiscsak beleég az embernek az agyába, amikor a parlamentben hallja ezeket a számokat, hogy az egyik Korbány idejében 60 volt, most még 800 ember van börtönben. Nem. De az, hogy 80 és 600. Igen, bocsánat. Az, hogy igazán ki a pedofil simogató, azért a kormány neki ment ennek az ügynek folyamatosan, és ugye a mostani módosítások arról szólnak, hogy még nem eléggé. De semmilyen gyermekvédelmi törvényt a baloldal nem fogadott el, nem szavazott meg. És egyébként az intézetnek a vezetőjét Gyurcsányék nevezték ki, meg Remszkijék annak idején. Tehát önöknek ki akarták tüntetni? Nem lett kitüntetve. Hát azért a kitüntetésnek van egy hosszú szűrője, és ezen a szűrőn valahol hibázott. Orbán miszlikbe vágná az elkövetőket, itt nyilván szintén a pedofilokról beszélünk, Lázár János pedig már újra elővette a halálbüntetés kártyát. Ön mit gondol? Ebből bármi lehetséges-e, mert ez nyilván felböffen időnként itt Magyarországon, tehát ennek a reális alapja, már többször beszéltünk róla, hogy halálbüntetés az mondhatni európai országban nagyjából kizárt. Talán a legsúlyosabb volt annó emlékeim szerint a Mi Hazánk felvetése, akik kémiai kasztrálást írtak ezzel kapcsolatban. Igen, hát nézd, én abban biztos vagyok, hogy olyan törvénymódosítás, meg alkotmánymódosítás fog ebben az ügyben keletkezni, hogy a pedofil bűn cselekményt elkövetőknek a halálbüntetés lenne valószínűleg a kegyelem. Ezt akár a börtönben, akár a további életükre vonatkoztatva mondom, hiszen az alkotmányt módosítani fogjuk, ez a bűncselekmény soha nem évülhet el, soha nem kaphatnak kegyelmet, és soha nem kerülhetnek szabadlábra. Lesznek olyan pillanatok, amikor az emberek úgy fogják érezni, hogy a halálbüntetés kegyelem lenne.
Sokan kérdezik, hogy miért most és miért így terül fény, vagy születik meg ez az egész döntés. Hiszen volt egy ügyvédi szerkesztőségi levél, aztán ebből lett egy cikksorozat, és gyakorlatilag így derült fény az egészre. Ha ez nem történik meg, akkor gyakorlatilag mai napig nem változik a gyermekvédelmi törvény. Hát a gyermekvédelmi törvényt az elmúlt évek alatt is folyamatosan és nagyon keményen szigorítottuk. Tehát a gyermekvédelmi törvény igenis változott. Tehát az, hogy ne kaphassanak kegyelmet, soha nem kerüljenek szabad lábra, a legmagasabb büntetést kapják meg. Ugye ezek most születnek meg, és most születnek meg az intézményeknek az a nagyon szigorú átvilágítása, ahol a pszichológusoktól kezdve a legnagyobb képességű emberek fognak minden egyes intézményt átvilágítani, mert azért látszik, hogy ez a szűrő, ezt nem lehet cáfolni. Ez a szűrő, ez kevés volt. Meghallgatták az ominózus intézetbe a pszichológusokat, a pedagógusokat, a szülőket, és akkor elfogadták, mert mindenki valamit határozottan állított a gyerekekkel szemben. Ez nagy tanulság volt, a szűrő nem elég szűrő, nagyon kell rajta szigorítani. Erről beszélt Orbán Viktor is a parlamentben, most ebbe belehallgatunk. A magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni. Át kell fésülni, és ki kell egészíteni a gyermekeink védelmét hivatott jogszabályainkat az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig. Az áldozatok kálváriája kötelez bennünket. Arra kötelez, hogy megerősítsük a gyermekvédelmi intézményeink vezetését és felügyeletét, az ott dolgozókra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat. Mindezeket együtt pedig egy új gyermekvédelmi törvénycsomag formájában be kell nyújtanunk az országgyűlésbe. Itt már konkrétumokat is hallhattunk, milyen változásokat hoz a Fidesz a gyermekvédelmi ügyben, a törvényben, illetve most, amit ön is említett, tehát az alapos átvilágításon túl, hogyan javulhat a gyermekgondozás ellátása? Három dolgot említek. Ugye sokszor felhozzák, hogy emberhez méltó körülmények között kéne élni a gyermekeknek. Hát az állami gondozásban egyébként is nehéz felnőni, pláne nem, hogyha rossz körülmények között élünk. A minőségi életre felkészítő, minőségi oktatást megkapják ezek a gyerekek, illetve hát pont amiről ugye a legtöbb szó esik, hogy vajon hova fordulhatnak bizalommal akkor, ha abúzus éri őket. Hát nézze, az egy fontos számadat azért, hogy 15-szor annyit fordítottunk az elmúlt 13 évben, mint előtte ezekre az intézményekre, vagyis a gyermekellátásra. Ezekben az intézményekben sokkal felkészültebb pedagógusokra van szükség. Egész biztos, hogy kiemelt bérezést fognak ezek az emberek kapni, hiszen más lesz velük szemben az elvárás. És én úgy gondolom, hogy a leghatásosabb válasz arra a kérdésre, amit ön elmondott, hogy ezeket a gyermekeket amennyire csak lehet ki kell venni az intézményekből, és családoknál kell elhelyezni. Tehát ezek a mindegy, hogy milyen az intézménynek a belső színvonala, az egy börtön, az egy lelki trauma. Akik nem családban nőnek fel, azok lelkileg sérült emberek fognak lenni. Ki kell őket helyezni családban, vannak befogadó családok, hozni kell létre olyan épületeket, önkormányzatok, települések, kis települések, nagy települések, ahol négy gyermek, befogad egy család, és az lesz neki a dolga, hogy családi körülmények között nőjön fel, tudja, mit jelent ez a család, el tudjon menni a boltba vásárolni akkor, amikor ő akar, el tudjon menni a többi gyerek közé, abba az iskolába. Mégis, tehát, hogy az egy még nagyobb szűrő. Így van, de a végeredmény, a legfontosabb, a gyermek. A gyermeknek az életébe ne legyen törés, ne legyenek problémák, ahhoz családban kell felnőni a családi körülmények között. Azt is át kell vizsgálva egyébként, a nevelői szülőhálózat. Az is nagyon szigorúan át lesz vizsgálva, mert nekem személy szerint, ott is elmondtam, vannak nagyon rossz tapasztalataim a járságban. Na jó, hát nyilván a pudin próbálja az evés, meglátjuk a kormány valójában miket lép ezzel kapcsolatban. Most viszont egy kicsit visszatérünk Magyar Péter nyilatkozataira, meghallgatunk ebből néhány gondolatot. Azt gondolom, hogy ez a rendszer nem annyira stabil, mint kívülről tűnik.
Nem állt ható választáson? Nehezen. Én azt gondolom, hogy kívülről nagyon nehezen váltható le. Én sokáig, és mostanában azt gondolom, hogy belülről lesz itt változás, és majd egyszer, amikor a miniszterelnök már nyugdíjba megy, nem tudom mikor, akkor majd elindul egy belső átalakulás a Fideszbe. Nem hiszem, hogy az egységes tömbként feltartható ez a Fidesz úgy, ahogy most van, tehát hogyha kilép a miniszterelnök ebből a struktúrából, de ugye ez nem tudjuk, mikor lesz. Addig kívülről ebben a struktúrában ilyen hatalmi centralizációval, ilyen kommunikációval, ilyen szolgálatokkal ezt nagyon nehéz kívülről leváltani. De az biztos, hogy a jelenlegi struktúrában, a jelenlegi ellenzékkel teljesen lehetetlen. De azt is mondom, hogy azért, ha körbenézünk az országokba, Szlovákia, Lengyelország, nyilván nem ilyen helyzet van, mint Magyarországon, nagyon gyorsan tudnak összedőlni rendszerek. Pillanatok alatt, pár hét alatt, és nem azt mondom, hogy most holnap után ez össze fog dőlni. Én nem vagyok se Pesti László, se sem tudom kicsoda, hogy azt mondom, hogy most ez, nekem olyan atombombáim vannak. Hát neki sem volt semmije. Azt nem mondom, hogy nekem nincs, de én nem... Tehát te is egy atombomba tulajdonos lenni? De nem. De én nem akarok senkit fenyegetni ezzel. Milyen van más? Miért volt? Eddig volt valami... tarsolyodban, amivel készülsz a nyilvánosság számára? Én szeretnék változást, és szeretném, hogy ez magától megtörténne. Meghallgatta az interjúit Magyar Péternek, ugye számszerűen most már kettő nagy mély interjúja volt, az egyik a Partizán csatornán, a másik pedig a Telexen. Mi az, amit ezekből mondjuk ön nagyon elutasított, ahogyan ön apostrofálta, ez a percember gondolataiból, mi az, ami tehát tényleg önnél nagyon kiverte a biztosítékot? Szerkesztő úr, mondok egy olyat, amit meg fog lepődni, de ez volt az első gondolatom. Na? És őszintén szoktunk egymással beszélni. Gyurcsány Ferenc Magyarországon a legelutasítottabb politikus, amivel egyet is értek. Uh-huh. És amikor megnéztem ennek a figurának a műsorait, akkor azt mondtam, hogy Gyurcsány gerinces ember. Mármint ő hozzá képest. Mert ugye rendes ember nem piszkít a saját fészkébe. A második gondolatom az volt, hogy egy szülő milyen felelősen gondolkodik a családról. A Novák Katalinnak a gyermekei úgy fognak felnőni, úgy fognak járni bármerre a világban, hogy egy szeretett, hűs, bölcs asszonynak a gyermekei. És hogy fognak járkálni a Magyar Péter gyerekei? Hogy rá fogják kiabálni, hogy apád egy áruló, és az árulónak se barátja, se hazája. Tehát nincs arra tekintettel, hogy ugye a Gyurcsányi hasonlattal szemben, hogy rendes ember nem piszkít a saját fészkébe. Hát tavaly ilyenkor még ott volt az évértékelő beszéden, ott vigyorgott az első sorban. Most, amikor nem tudok szedni a bödönyből elsőnek, akkor meg oda piszkítok, ahol lettem. Ez egy nulla ember. Ez a koma beteg. Egy önimádó, aki nem tudta elviselni, az alapvető lelki sérülése, nem tudta elviselni, hogy a felesége nagyobb reflektort fényt kap, mint ő. Nem tudta elviselni. Tehát a feleségét zsarolta, fenyegette, elváltak. Nem tudta elviselni. Utána az összes több. És úgy gondolta, hogy most akkor megszabadultam, nyugodtan zsarolhatok, fenyegetek, és hát, ha én leszek Simicska 2. Semmi újat nem mondott ahhoz képest, amit Simicska Lajos mondott 2018-ban egy óriási média birodalommal a háta mögött. És ugye Simicska is jött ezzel, hogy atombombákat robbantok meg, minden, mi megnyertünk 2/3. Ennek az embernek se barátja, se hazája, mert az áruló az egyik oldalon se kell. Meg fogja látni, el fog tűnni pillanatok alatt. Egy-két napja van hivatalban dr. Súlyog Tamás Magyarország új köztársasági elnöke, ugye a harmadik magyar köztársaság hetedik köztársasági elnöke. Mit gondol a korábbi alkotmánybíróság elnökéről, milyen ember, illetve hát azért látszott, hogy azonnal megtámadta az ellenzék a korábbi nyilatkozatai, illetve felmenői kapcsán. Szerkesztő úr, abban teljesen biztos lehet, hogy olyan köztársasági elnök jelöltet nem tudtunk volna állítani, akit ne támadott volna szanaszét miszlikre szedve az ellenzék. Ugye a Szent Istvánnak volt egy ilyen mondása, hogy ha elindulsz az úton a cél felé, akkor ne állj meg a csaholó kutyákra követ dobálni, mert akkor soha nem ér el a célod. Ez erre is igaz. Mi úgy gondoltuk, hogy aki jelölt a miniszterelnök, hogy jobban ismerte, és egyébként sok emberrel beszélt, sok embert meghallgatott, mielőtt az elnökség meghozta a javaslat tételi lehetőséget, és az elnök úrban azt láttuk, hogy egy nagyon tapasztalt,
nem fog előfordulni az, hogy aláír egy olyan papírt, amit nem kellene aláírni. Magyarország mellett elkötelezett, tehát olyan szépen tud beszélni a magyarságról, mintha valaki az édesanyjáról beszélne. Nem egy lájkvadász, de egy szerethető ember lesz. Jön a járságrovat. A jársági településeken megtörténtek az első nyári önkormányzati választás kapcsán született döntések, megbeszélések, egyeztetések, és nekem igazából azt tűnt fel, hogy voltak települések, Jászfényszaru, Jászalsó-Szentgyörgy, Felső-Szentgyörgy, Pusztamosor, nem tudom, tehát önáltal támogatott polgármesterek, viszont nem voltak ott a fotókon, amiket készített, és hát ugye lehetett látni az ön Facebook oldalán, mint megosztás. Viszont valahol meg egyértelműen ott volt a polgármesteri. Ez miért van így, vagy ez mit jelent? Szerkesztő úr, egyrészt nem volt pontos a megfigyelése, megfigyelő képessége, de ez nem baj, csak hogy... Hol voltam pontatlan? Mondjuk Felső-Szentgyörgyön is ott volt a polgármester asszony. A fotókon nem látszott? Igen, majd jobban meg kell nézni. A Monostoron a polgármester asszony ki is tettem aznap, hogy Isten értesse, azt születésnapját ünnepli. A lényeg, hogy a polgármestereink együtt vannak, minden polgármester, minden településen, megvan az erős, okos, jó képességű, megbízható, hiteles polgármester jelöltünk, és minden polgármester mögött ott vannak a hiteles, jó képességű, bölcs képviselőjelöltjeink. Még mindig járságrovatban vagyunk, most jön egy rövid bejátszás, mert érdekes dologra derült fény, nemrégen egy, hogy pontos legyek, az Építés és Közlekedési Minisztériumnak intézett kérdés kapcsán. A témában a vármegyei közútkezelőt kerestük meg a várható felújítással kapcsolatban, de tájékoztatták szerkesztőségünket, hogy az érintett szakasz jövője átkerült az Építési és Közlekedési Minisztérium hatáskörébe. A minisztériumnak is elküldtük kérdéseinket a várható felújítással kapcsolatban. A válasz e-mail alapján kiderült, hogy a kormány már nem csak a szakaszos felújításra épít a főúttal kapcsolatban, hanem a teljes megerősítésre, a kerékpárutas kiegészítéssel, ami újra tervezést, komoly költségvetési módosítást és hosszabb távú megoldást is ígér. Ahogy ebből a bejátszásból is láthattuk, kiderült szerkesztőségünk kérdésére, hogy nem javítási, hanem a 32-es számú főút 11,5 tonnás teljes megerősítése a cél az Építési és Közlekedési Minisztérium válasza alapján. Hát ez, nem tudom, mikortól kezdett ez a hozzáállás megváltozni, ön mit tud? Hát ugye Lázár miniszterről sokat szoktam tárgyalni. Egy nagyon nagysúlyú és határozott ember, és ő azt mondta, hogy átnézve, amikor megkapta ezt a tárcát, átnézte, hogy az országban, akár a járságban, ugye volt személyes bankbeszélés is, mennyit fordítottunk útjavításra. És ez szerinte majdnem, hogy ablakon kidobott pénz. Mert az útjavítás... Ugye amikor a kátyús útszakaszokon, a fő útvonalakról beszélek, akkor kap egy 3-4 centi, 5 centi réteget, akkor örülök neki, meg stb. De ezt 2-3 év múlva újra meg kell kezdeni. Ugyan. És azt mondta, hogy úgy kell átcsoportosítani a pénzeket, hogy komplex útfelújítás. Ahol fennáll annak a veszélye, hogy meg fog süllyedni, mert olyan a talajszerkezet, ott ha kell, másfél méter mélyen ki kell szedni a talajszerkezetet, kőalap, meg stb. Tehát a komplex felújítás és a javítások között ez a különbség. A 32-es úton is lesznek még ugyanilyen aszfalt szőnyegek, de az javítás. Komplex felújítás egy nagyon jelentős összeg. A múltkor elmondtam önnek telefonon, de most pontosan nem emlékszem. 100 milliárd forintot említett. Ez egyébként 100 is bennem, milliárd forint, igen. Ez bennem kételyt is ébresztett, és egyébként a nézők egy részében is, hogy ez akkora összeg, hogy ez nem biztos, hogy csak úgy átmegy költségvetési módosítóként, és egyébként pedig sokan azt írták, hogy duma, ez időhúzás. Szerkesztő úr, mind a kettőre szeretnék reagálni, azért most kettőt kérdezett. Az egyik az azt jelenti, hogy ne kelljen két évente 5 centi szőnyeget csinálni egy fő útvonalat, ahol kamionok közlekednek, nagysúlyú teherkamionok, azt komplexen meg kell csinálni útalapcserével, szélesítéssel, amihez föld kisajátítások kellenek, terület kisajátítások, és innentől kezdve miniszter úrnak a határozott kérése, hogy minden
felújított főútvonal mellé végig kerékpárutat kell építeni, ami azt jelenti, hogy további kisajátításokat von magával. Erre meg lesz a költségvetési fedezet, hiszen ezért született a kormány döntés. Jó, egyébként a kételyben van annyi, vagy bocsánat, hogy ezt hozzáteszem, hogy ez egy 100 milliárdos nagyon nagy projekt, kiegészítek elég már utána, mint tudom én, közben pedig ön azt nyilatkozta, hogy ettől függetlenül ugye a négysávosítás a 32-esnek Jászberény és 60 között, tehát hogy négy sávon gyorsforgalmi lehessen elmenni az autópályáig, ez párhuzamos. Nekem az a fura, hogy ez két akkora összeg, hogy ez hogy fér meg, hogy a járság egy régió vagy egy térség kap egyszerre ennyit. Hát most nagyon megnehezített a dolgom a szerkesztő úr. Nagyon remélem, hogy ezt a mondatát nem kapja fel az országos média, mert sokkal több energiát kell majd tennem abba, hogy az ország más régiójához képest ide ekkora támogatások jöjjönek. De úgy gondolom, hogy már bizonyítottuk annak a nézőnek, aki azt mondta önnek, hogy ezek csak ígéretek. Azért emlékeztetni szeretnék, 2010 előtt a baloldal képviselője azt ígérte, hogy János híd, a Boldogháza, Jászapátény, Jászberény, Jászdósa, Felső-Szentgyörgy, Alsó-Szentgyörgy, Kisér-Tiszaső megcsinálják az utat. Már Pezsgőt is bontott. Háromszor hirdette ki az eredményt, meg a kezdésnek az időpontját. És egy kapavágás nem történt. Mi meg mindent megcsináltuk, amit az előbb idéztem. Mindent. A Jászfényszarónál az M3-astól a 32-es utat Jászberényig kompletten felújítva, és meg fogjuk csinálni a négy sávosítást is, mert amiket felsoroltam itt az előbb, azok legyenek a kérem ön előtt és a lakosság előtt a ígéreteknek a hitelessége, amit mondtunk, azt mind megcsináltuk. Ugye hányszor vitatkoztunk már arról, hogy nem lesz a Jászberényi elkerülőről semmi. Lett, megcsináltuk. A négy sávos út is el fog jönni, gyakorlatilag a M3-as el fog jönni Jászberényig, és a 32-es út Szolnokig kerékpár úttal kiegészülve nagyon nagy költséggel meg fog épülni. Legyen úgy, csak az jutott eszembe, hogy mi lesz önnel vagy önökkel, hogyha elkopnak ezek a 20-25 évvel ezelőtti összehasonlítások, akkor nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy de hát emlékszünk, hogy 40 évvel ezelőtt, mikor egyszer azt mondta valaki, hogy is nem lett megcsinálni. De legyen igaza, de, legyen kész. De szerkesztő úr, ez megkerülhetetlen. Tehát amikor ön nekem azt mondja, vagy választok, mert előfordul ez a képviselőtáb és bejön valaki. Ez csak ígéret, ez csak hiteltelen. Én azt mondom, hogy tavaly is ígértem valamit, megcsináltam, vagy nem. Tessék hazamenni, gondolkodjon el rajta. Azt mondja, ha olyanokat tud nekem felhozni, hogy ígértem valamit, de nem csináltam meg, akkor megbukott a hitelességem. De az útépítések kapcsán akkor a fejlesztés egy régióban nem volt, mint nálunk. Mindent, amit Szekeres megígért, nem, mi a sokkal többet megcsináltunk. Ő meg csak ígért. Hát itt a hitelesség, vagy a puding próbálja. Nem lehet, hogy a Szekeresnek dolgozik? Nem, ő dolgozik nekem. Beszélgetésünk végén, most már így egy ideje, fél egy éve, hozzászoktam, hogy mindig meglep valami érdekességgel, vagy pedig valami új információval, valami tartalmi töblettel, szóval hozott valamit, érdekességet? Szerkesztő úr, az a visszajelzés, hogy a decemberi disznóvágásos képviselőinfo az olyan jó tartalommal rendelkezett, hogy egyébként minden hónapban hozzátett. Én most is azt minden látom... Minden hónapban vágjunk disznót? Minden hónapban most is azt látom, hogy egyébként megtöltöttük jobb tartalommal, mint az előző. Ígérem, hogy a következőnél ugyanezt megint el tudjuk mondani. Jó, hát önök szolgáltatnak témát, belevalót, én csak összedarálom, maga meg megtölti, hogyha már itt a disznóvágásos hétvége után ennél az analógiánál maradunk. Ugye most volt a Malackaland? Igen. Jó sikerült? Hát körülbelül 1200 ember volt, mindenki jól érezte magát, egy valaki nem annyira, de hát ilyen mindig van. A disznó, de őt meg nem kérdeztük. Tipikus, narcisztikus humor. Köszönöm szépen. Na jó, köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk. Egy hónap múlva folytatjuk. Nézőinek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Képviselő Info ebben a hónapban. Jövő hónapban is hasonló jókkal, témákkal, azzal biztosan várjuk önöket. Úgyhogy nézzék meg ezt a műsorunkat is Facebook oldalunkon, illetve megtekinthetik YouTube csatornánkon is, ott klikkeljék be a kis csengőt, és akkor értesítést kaphatnak videó feltöltéseinkről. Egyébként pedig ezt a beszélgetésünket, mint az összes többit a jttv.hu-n is megtalálják. Mindenkinek minden jót, jó pihenést, viszontlátásra!